Megint gödöt ásunk, Laci? Persze, itt a virágos kertet kicsit fölástam. Nem baj. Legyen egyszer már tudod, az ott volt az a másik gödör, az ominózus, amikor eltűnt a csülök. A kutya itt van most is, de... De nem ő volt! Hát ők benne aludtak. Most ez biztosabb módszer lesz. Csülkös bab káposztával. És egy agyagedénybe lesz szabad tizen elkészítve. Ott az a papír, amit a kolbászhoz jól. Mi a módszer, Laci? Hogy lesz ez a bab, káposzta, minden egybe? Nincsen semmilyen trükk. De látom, nagyon szép edényeid vannak. Bedobálunk egyszer mindent az edénybe, tűz mellé tesszük, és várunk 3-4 órát. Laci úgy került ide most, hogy írt nekem egy levelet, miután lement az a videó, amiben a sakálok vagy a rókák ellopták a csülköt, hogy hát azért, ennél azért van jobb módszer is, és küldött egy pár fotót ezekről az agyagedényekről, aztán erről elkezdtünk levelezni, hogy én nem ezt akartam, mert ebbe főzni lehet, én meg ugye füstölni, sütni akartam, nem jött össze, de megbeszéltük, hogy ha már így jól elkezdtünk a szakmai kérdésekről levelezgetni, akkor egyszer főzzünk egyet együtt. Most az lesz a végül, igazából Laci fog főzni, ha jól látom. Köcsögös babos káposzta. Igen. Ugye? Ez olyasmi, mint a mohácsi köcsögös bab. Ott van a tűz mellett, és csak fő, ugye? Igen. Hangja nem kell vele. Azért ez a poros üveg boltozat nem egy rohanós munka, elég nagy precizitást és nagyon aprólékos odafigyelést igényel, hogy minden sor szépen befeszüljön és megtartsa magát, de egész jól haladtunk, már csak egy fél donga és egy negyed donga van hátra, szerintem a következő munkanapon ez kész lesz. Az eső egy kicsit megijesztett minket, azért ezt a frissen falazott födémet nem át lehet akargatni. Múlt héten is eljátszottuk ezt most is, szerencsére. Szerintem ez nem lesz egy hosszú eső, viszont a födémen állok, a poros üveg födémen elég rossz érzés lenne beszakadni 3 méter, de ez nem fog beszakadni. Ha az ott áll 150 éve vagy 100 éve, ez is itt fog állni még 100 évig. Közben elkészültek az acélkeretes ablakaim is. Ez a régi, amit a múltkor kibontottunk onnan az istálóból, és ez az új, amit Anti bácsi ez alapján legyártott. Egy kis problémája volt, ezt a régi domború idomot már nem lehetett beszerezni sehol. Ez egy ilyen 100 éves technológia, valószínűleg öntött vas. Ezért megoldott én kis peremekkel, még ezeket a kis kitámasztókat is tökéletesen reprodukálta. Ilyen lesz. Illetve ilyen lett, hiszen már kész. Majd csak be kell építenünk. Szeretem.
ilyen lett a nagy. Van belőle 4. Itt szoba lesz ebben a helységben, de a hatása az elég istálószerű. Hozzuk a régi hangulatot. Az elmúlt időben azért elég sokat haladtunk, most már tényleg nincs picsogás meg panaszkodás. Állnak a falak, gyakorlatilag az összes új építmény fala áll, sőt, a ház hátuljánál a kidőlt falakat is helyre raktuk, már nincs luk a szobán, nincs luk a kamrán. Hamarosan elkezdjük építeni ide is a fafödémet, amint elkészülünk a poros süveggel odaát. Az ágyat még nem tudom visszahozni egyetlen lakhatószobámba, de lassan kezd újra a lakhatóság fázisába kerülni. Jó, persze még itt le kell vakolni a falat, meg még a földénél van egy kis javítani való, de már nem fúj be a szél. Laci, ez már most nagyon jól néz ki. Ugyan a kajából még semmi nem látszik, de anélkül is, a kaja látványa nélkül is ez szerintem pazar. Én megkóstoltam. Megkóstoltad? Igen. Miért nem szóltál? És milyen? Nem jó. Nem jó? Ez csak vicc. Persze, hogy jó ez, de még el kell menni fűszerekért. Jó, úgy is ígértem. Kapor, tárkony, csombor. Kapor, tárkony, csombor. Szerintem tudunk szerezni. Úgy is ígértem, hogy átugrunk a karcsihoz. Most látogassuk meg, jó? Okay. Károlyt, aki egyébként kertészmérnök. Nem helyi, de itt van a házuk régóta. És gyönyörű kertet épített. Megnézzük. Ez a szakmája. Jó napot! Jó napot! Karcsi, van egy kis fűszernövényed? Olyan szép a fűszerkertet, tudunk tőled kölcsön kérni? Hát ilyen, ami erdélyes fűszerek kérnek, csombor, tárkony, kapor. Hát fordulj meg, ott van egy Leander tövébe, úgy vadon elszórva a csombor. Igen. Szeret, még egy kicsit gyerek, de azért viszel belőle. De ez teljesen jó, teljesen jó. Kicsit abból szedhető. Szagold meg ez a csombornak a borsikafű. Tudod, nagyon szeretem. Tökéletes. Itt szórja el magát, úgyhogy ha a kertész nem figyel oda, akkor az a gyerekek van belőle bőven. De fönt vannak igazán a fűszernövények, úgyhogy fölmegyünk, mert ez itt csak egy ilyen elődísz. Nagyon jó talán. Kicsit meredek. Vegyél tárkonyt, amennyit akarsz, de többet vigyél hosszabbat, és föl kell akasztani, szárítani. Ne csak a mai ebédre gondolj. Ő, Karcsi, nagyon szép a kert. Ezt mióta művelgetett, hogy így összeállt? Hát egy jó 5 éve indult, és azóta megy, de azóta állandóan mindig bővül megterjeszkedik. De most a legszebb, június-május a legszebb. A Szent Iváné közeleg, június leghosszabb napja, ez a legjobb idő. Tetejében nagyon jók, hogy jöttetek, 3 napig ugye itt totál meleg volt. Ha most 3 nap eső lett volna, akkor a hatóanyagok visszahúzódnak. És napközben is ez a legjobb délután szedni ezeket a gyógynövényeket. Azért ebből egy ilyen 3 lagzira való töltött káposztát be lehetne fűszerezni, és még maradna is. A házavatódra még marad. Karcsi gyönyörű kertjében egészen kedvet kaptam, hogy kicsit kapirgáljunk a sajátomban is. Úgyis itt vannak a gyerekek, és operatőr barátom Árpi is elhozta a sajátjait. Ennyi szorgos kézzel gyorsan megy az első cukorborsó szüret. Más növényt nem taposunk le, jó? Tegyétek ide magatok közé. Akkor ezen az oldalt nincsenek. Csak ezen az oldalt. Nem, van mindenhol, át kell böngészni. Nézd, itt is van. Ami ilyen. Látod? Kinyitod. És vannak benne ilyen apró bogyók. Ez túl apró, ami ennél kicsit kövérebb hüvely. Azokat lehet leszedni, jó? De ezt is meg lehet kóstolni. Megkóstoljátok? Már nagyon... Nem kérsz? Nagyon... Na, kóstold meg. Nagyon finom íze van már. Édeskés. Ilyenkor a legédesebb. Ugye milyen édes? Ami lapos, az nem jó, csak ami ilyen jó duci. De ez ilyen kis kicsike. Az nem baj, jó. Csak duci legyen. Ilyen dagi borsókat kell keresni. Gyönyörűen alakul a borsó termés, ez az első szüret, és most látszik igazán, hogy van értelme a befektetett munkának itt a kertben. Ekkora hagyma, ilyen fejek vannak már rajta, épp ma lett betakarva. Gömbölyödik a paradicsom, a paprika is kezd érni, nagyon szépen virágzik a krumpli, és nincs rajta a krumplibogár, és hát aztán mindenféle van még itt a kertben, úgyhogy kezd beérni az önellátó gazdálkodás 1.0.
Most megyünk kapálni. Na fiúk, mit szóltok? Hétről hétre nagyobb a bab, nem? Igen. Volt egy pár ember a faluban, amikor elkezdtünk itt babot vetni, ide jött és azt mondta, hogy hát ebben a földben itt tele van törmelékkel, meg gajakkal, semmi nem lesz ebből a babból. Aztán egész szépen megerett. Jó, néhány sor az nem jött ki. A második sor, ez egyáltalán nem jött ki. Föl is szedem a karókat, hogy ne zavarjon minket, és akkor itt szélesebben lehet kapálni, jó? Jó. A 15 fajtából egy fajtát buktunk, de még nem tartunk a szüretnél. Gyere, áram, most akkor találhatsz a szeretnél. Hány órája fő ez a köcsögös bab, vagy majdnem mi ez? Majdnem 4 órája fő. Majdnem 4 órája? Szerintem ez elkészült. A csülők az biztos meg a puhult már benne. Hogy tudunk róla meggyőződni? Megkóstol. Ez még rocsog. Az azbeszkeszt, hogy nem állt, hogy van ilyenkor. Ó, de jól néz ki mind a kettő. Ezt kóstoljuk meg. Ez az erős, ez pedig a nem erős. Ja, az egyikbe tettél valami csípőset is? Igen, erős paprika is van, ebben nincs a gyerekeknél. Hát ez primán néz ki. Te Laci, most mi legyen, meghívom a fél falut? Hát. Ez körülbelül ilyen 40 embernyi kaja. 100-an lakunk ebben a faluba, szerintem ahogy gondolod. Tehát így kb. Meg lehetne húzni a harangot, nem? Figyelj, amilyen finom lesz, szerintem a fele ember is elég lesz hozzá.